tanácsbozról. Te Fodor Jeremiás járás őrmester, Torga Szent László, Torga Aranyos Nagy Szeme. Szép Ernő a két világháború közötti Budapest különc figurája volt. Termékeny szerzőként ismerték, hiszen verseit komoly irodalmi lapok közölték, gyakran írt kabarékat és közönségsikereket hozó színműveket is. A vőlegény ősbemutatóját 1922-ben tartották a Végszínházban, de akkor nem volt a közönség kedvence, ugyanis egy könnyed darab helyett a polgári erkölcsöket kíméletlen őszintességgel leleplező előadás született. A múlt század 70-es éveitől kezdve azonban számos teátrum sikerdarabja lett. A női főszereplőt, Kornélkát alakító Kovács Patrícia szerint ennek több oka is van. A dolgok nem változnak, a szerelem nem változik, a vágyak nem változnak, az akarat, hogy valami jobb életünk legyen, az nem változik. Változnak, mobilozunk, meg felgyorsult a világunk, meg az internet világában élünk, de ezek az alapérzelmek, ami egy embert meghatároz, azok szerintem ugyanilyenek voltak 100 évvel vagy 200 évvel ezelőtt is, és nagyon remélem, hogy még 100 év múlva is ilyenek lesznek. Úgyhogy innentől kezdve szerintem bármikor aktuális tud lenni egy szerelem, aminek lehet drukkolni, aminek lehet izgulni, hogy egymásé legyen végül ez a két ember. A vígjáték központi kérdése a pénz, erről mondja el véleményét a szerző a Csúszik család és a Fox família helyzetén keresztül. Csúszikék azt remélik, hogy Kornélka a gazdag férjet talál, és így megmenti a családot. A kiszemelt vőlegény, Fox Rudi pedig vagyonos lányt akar feleségül venni. A jóképű fogász a vőlegény jelölt szerepében Szabó Kimmel Tamás láthatja a nagy érdemű. A munka maga annyira meghatározó volt, illetve mindig öröm szerintem egy színésznek valamilyen nagy falatot harapnia, mint például Szép Ernő bármelyik művében, bármelyik figura. Ezek azért vannak annyira klasszikusok, és egy színész számára jelentősek, mint egy Shakespeare vagy egy Csehov szerep. Tehát legalább annyira jól vannak megírva, hanem jobban néha. Nyilván most nem verseng a két író, mondjuk egy Csehov nem versenghet Szép Ernővel, és egy Szép Ernő sem Csehovval, de mégis tartalmilag mondani valója, a személyiség, az egész figura, az szerintem simán megjelne bármelyik Csehov darabban is. Csúszikné szerepét Takács Kati, a legidősebb lányát Tóth Ildikó, Csúszik Zsiga szerepét pedig a korábban Nyíregyházán játszó Gazsó György alakítják. First class vendég! A doktor! Fox, Csúszik főhadnagy!